Szeretett testvérek, a mai vasárnapon János harmadik leveléből olvasok. Az elmúlt héten olvashattuk ezt a Bibliaolvasó kalauz szerint. János harmadik levelének egyetlen fejezete van, ebből három igeverset. Így hangzik. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Eddig a felolvasott szakasz. Visszatérő szó ebben a szakaszban az öröm. Öröm. Az embernek természetéből fakadó vágy, az örömre vágyás, így vagyunk teremtve. Azonban milyen érdekes az emberi gondolkodásmód vagy létmód, az öröm összekapcsolódott egy szóval a magyar nyelvünkben is, ami nélkül értelmezhetetlennek tűnik az öröm, mint gondolat, inkább csak ilyen rózsaszín filozofálgatás marad, és ez a szó, amivel összekapcsolódik az öröm, az a forrás. Egybe kimondva, öröm forrás. Kell, hogy legyen valamilyen forrása az örömömnek, különben értelmezhetetlen az öröm gondolata. Valamilyen kiváltó okra van szükségem. Valami kiváltó eseményre. Mert különben nem fogják normálisnak gondolni azt az embert, aki csak úgy örül. Akiről sugárzik valami. Valami, amit nem lehet levezetni, akár az élete történéseiből sem. Ok nélkül örülni? Ok nélkül örülni. Az ilyen embert őrültnek fogják gondolni, sőt, fejéhez fogják vágni, hogy hát neked meg mi okod van örülni? Hát te nem ebben a világban élsz? Téged nem kínoz az infláció? Te nem rettegsz attól, hogy eltörlik az ársapkákat és elszabadulnak az árak? Te nem rettegsz a betegségtől? Hát mi okod van örülni egy ilyen világban, amiben élünk? Nem látod, hogy milyen ez a világ? Biztosan elmentek hazulról annak, aki mondjuk nehézség vagy próbák ellenére is van egy ilyen alapszintű öröme az életének. Aki csak úgy örül, az a valami nem stimmel, az ma már gyanús. Szóval ott tartunk, hogy értelmezhetetlen az öröm gondolata csak úgy önmagában. Kell, hogy legyen egy forrás, és a ma embere is, mint valószínű, mindenki az évszázadok során keresi, kutatja, akarja elérni azt, hogy végre legyen okom örülni. Legyen forrás az örömömnek. És ezzel a gondolkodásmóddal gyönyörűen bele is sétálunk a csapdába, ráadásul halálos csapdába, ami ránk is csapódik rögtön. Ugyanis, hogyha nem talál a ma embere okot az örömre, akkor logikusan ebből az kell, hogy következő, hogy örömtelen lesz. Örömtelen leszek. Hát ha nincs okom örülni, már pedig ez a világ nem abba az irányba megy, hogy túl sok okunk legyen, akkor örömtelen élet vár rám. Pontosan ebbe kattam bele a modern ember. Hogy állandóan valami oka és forrása kell, hogy legyen az örömének. Nem is tudja feltételezni ma már a ma embere azt, hogy az öröm lehet egy alapállapot. Pedig ezzel szemben a Bibliának van egy olyan mindenek felett álló üzenete, sőt egy, újra és újra ezt olvashatjuk a Bibliában, hogy örülj. Talán a legismertebb, ami erről szól, az Pál apostolnak az egyik felszólítása. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És nincs becsillagozva, nézzétek majd meg, nincs kisbetűkkel utána lapaljá odaírva, hogy kivéve akkor ne örülj, ha ez és ez és ez ér, azt üzeni az apostol, és azt akarja üzenni mindenkinek az évezredek során, aki olvasod, hogy az öröm lehet a te alapállapotod. Erről szól a Biblia. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, hát megint csak a modern ember agya ledobja a szíjat. Hát az, hogy én örüljek, azt nem lehet megparancsolni. Ezt nem lehet parancsba adni, hogy akkor innentől az az ukász, hogy akkor mindenkinek örülni kell, és ekkora vigyorra rohangáljon mindenki az utcán. Hát hogyan lehetne ezt megparancsolni? Hogyan értelmezhetőek az ilyen bibliai felszólítások? Na majd akkor örülök, mondja a bölcsemben, majd akkor örülök, ha valami okot szolgáltat erre bárki. És így észre sem veszi az ember,
hogy kézi irányítással manipulálják őt az öröm kapcsán is. Mert az Isten figyelmen kívül hagyó világ elő akarja írni az embernek, hogy minek örülhet. Elő akarja írni. Már-már gondolatrendőrség szinten rágják a számba, hogy mi az, aminek az engedelmes fogyasztó állatkáknak, ahogy tekintenek bizonyos magasságukból emberek ránk, minek kell örülni? Minek kell tapsikolni? Csak nézd meg a reklámokat. Csak nézd meg a sorozatokat, amikkel elbutítják az embereket. Csak nézd meg a híradásokat, és szinte észrevétlenül kúszik bele az agyadba az, hogy minek örülhetsz, minek kell örülnöd. Furcsa, életellenes értékrendek, vagy örülj annak, ha új eszközökkel és kütyükkel tudtad körbevenni magad, és éjszaka arra ébredsz, hogy ez is csippan, az is csippan, is már megőrülsz, de örülsz, mert végre van minek csippannia, bizonyos élmények begyűjtése. Teli vannak most az utak mentén ilyen óriási plakátok, hatalmas Titanicnál többszörösen nagyobb hajó, hogy álmai utazása vár önre, hát akinek azért ez összejön, az tényleg örülhet, nem? És ha te nem tudsz örülni annak, ami elő van írva, ha te nem tudsz örülni a kötelező örömforrásnak, akkor egy lehetőséged marad, az, hogy véged lesz. Akkora lett a szabadság mára a nyugati világban, hogy véged van, ha nem annak örülsz, amit a média súlykol. Nos, én ennek nem örülök. Zárhatnám le ezt a részt egy ilyen meglehetősen gyenge mondattal. Hát én ennek nem örülök, hogy ilyen lett a világ. Ezzel szemben a Biblia üzenete az, hogy nem kell görcsösen okokat és örömforrásokat keresni, mert a legkisebbnek és a legjelentéktelenebbnek gondolt dolog, esemény, találkozás, emberi kapcsolat is kimeríthetetlen örömforrásoddá válhat. Vegyünk rögtön egy hihetetlenül egyszerű tényt. És ahogy már kimondom, mindnyáján érzitek, hogy hát ez idézőjelben az egyszerű. Vegyünk egy egyszerű tényt, ami örömforrásod lehet. Élsz. Élsz. Azért ez elég vagány dolog, nem? Főleg, hogyha úgy nézzük, hogy millió és millió emberi embrió számára ez nem adatik meg. Nem adatik meg, hogy eljusson oda, ahol most te vagy. Hogy megélje mindazt, amit te eddig megéltél. Nem adatik egyszerűen meg az, hogy megszülessen. Mert valamilyen akár örömforrásnak elénk tárt ideológiák szerint nem feltétlenül kell megszületnie annak, aki megfogad. És nem akarok ennél mélyebben belemenni, ez sokkal összetettebb annál, mint hogy három mondatba elintézzük. De önmagában az, hogy életről beszélhetünk, hogy te is élsz, hogy én is élek, ez már önmagában örömre kellene, hogy okot adjon, mert az élet titok, mert az élet nincs a hatalmunkban. Az élő test, a te tested, az én testem biológiai működésénél letaglózóbb és örömtelibb dolog nincs a világon. Olyan precíziós, egyensúlyi helyzetű a te szervezeted, tested működése, amit valószínűleg egy átlagember nem is ért meg. Elvágod az ujjad, és rögtön hadosztályok, láthatatlan hadosztályok indulnak a testeden belül, hogy azt, ami szétvált, ami elvágódott, azt összeépítsék. Ezzel szemben az örömforrást hajszoló ember képtelen újraépíteni a kapcsolatait. Egyáltalán képtelen a kapcsolataiba örömöt találni, és ami szétment, az örökre széttartozik, gondolja az ember. Nézz a testedbe. Gondold csak végig, hogy mekkora örömforrás lehet az, hogy egyáltalán élsz. És számomra végtelen és kiapadhatatlan öröm az, hogy mindezen elképesztő összetettségű folyamatok mögött hiszem, hogy egy bölcs teremtő, egy tervező áll. Olyan bölcs, hogy nyomába se ér senki, aki ezen a földön bölcsnek neveztetik. És milyen szép, hogy ez a teremtő Isten fontosnak tartotta azt, hogy ne csak a testünk működésére tudjunk rácsodálkozni és hálát adni azért, hogy élünk, hanem az egész létet úgy találta ki, hogy két félből áll össze az egészség. Az én testem működéséből és az én lelkem működéséből.
Persze tudom, hogy vannak, akik az érzelmeket, a gondolatokat, meg a lélek működését is pusztán kémiai folyamatokként tudják értelmezni. Hát lelkük rajta. Szerintem azért ennél kicsit összetettebb a dolog. Ma már a tudomány is szinte tényként kezeli azt, hogy van lélek, van a létünknek láthatatlan oda, ha ez nem így lenne, akkor munkanélkül lenne az összes lelkész, az összes pszichológus, az összes pszichiáter. Van a létünknek egy olyan része, ami nem látható, ami nem mikroszkóppal vizsgálható, mégis valósága az életednek. Melyikünknek ne lenne gondolata? Melyikünknek ne lenne érzelme? Hogy ragadod ezt nyakon? Hogy csípele? Hogy magyarázod meg? Mi zajlik benned, amikor fáj valami ott belül, és mi zajlik benned, amikor kirobbansz az örömtől? Az ember így egész. Mégis, ha ezt mindenki tudja, akkor miért van ma annyi fél ember? Fél ember, aki csak az élet egyik felével foglalkozik. A láthatóval, a testtel, a megtanulhatóval. Éppen ezért csak fél örömök, fél megoldások, fél életek, és félelmek jutnak neki. A Biblia emberképe azonban egész emberről beszél. A test és a lélek teljes egymásra hatásáról beszél. Lehet, hogy nem tűnt fel, de a felolvasott szakaszunk is ezt a titkot árulja el a maga 2000 éves nyelvezetébe. Figyelj csak! Szeretett testvérem, írja az öreg apostol, miközben konkrétan gondol egy fiatal tanítványára, azt mondja, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 2000 éve a Biblia összekapcsolja azt, amire a tudomány körülbelül 100 éve jött rá, azóta ne beszélhetünk pszichológiáról, meg lélektanról, hogy a lelkem jóléte az összefügg a testem jólétével, és a kettő szétválaszthatatlan egymástól. Kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. A kettő összefügg. A test és a lélek adja meg az egészséget. Nem lehet örömmel élni az életet, ha az egyik rész elhanyagolt. Kedves barátom, milyen életet akarsz élni? Egész vagy fél életet? Milyen ember akarsz lenni, aki csak fél megoldásokra képes óriási energiabefektetéssel is? Olyan, aki csak fél megoldásokkal, fél igazságokkal próbálja megtölteni az életét, de akkor is féloldalas marad? Olyan életet akarsz élni, ahol mások írják elő neked, hogy minek kötelező örülni és tapsikolni? Az, aki ráismer erre a csodálatos összefüggésre, érteni fogja, hogy az életnél nagyobb ok nem kell az örömre, és mennyire erős, és mennyire igaz, és mennyire szép most ez a gondolat, amikor keresztelő van a gyülekezetben. Amikor egy élet érkezését ünnepeljük. És milyen nagy dolog, hogy visszatekintünk most már hetekre, és folyamatosan ünnepelhettük az élet ünnepét, mert keresztelőről keresztelőre haladunk, és még lesz is. Milyen nagy dolog felismerni, hogy a lelked térfogata, azaz Istenre van méretezve, aki megismerhetővé tette magát. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert akkor íródtak ezek a szavak, amikor a körülötte lévő népek, a görögök, a rómaiak és az összes akkori ókori nép folyamatosan azon tepert és gyúrt, hogy vajon milyenek az istenek? És gyártották a nagy elméleteket, a nagy mitológiákat, ismerjük, az istenek sokaságát hozták létre, mert el nem tudták képzelni, hogy az Isten az megismerhető lenne. Ezért szétszórták, csomóféle tulajdonságot adtak képzelt isteneknek. És mi meg abban hiszünk keresztények, hogy az Isten emberré lett. Ennél jobban megismerni őt nem lehet. Krisztusban emberré lett, Krisztusban önmagát adta értünk, hogy igazát bizonyítsa. Micsoda lehetőség ez az örömre, hogy az Isten megismerhető. És még az emberek azt hiszik, hogy ez olyan bonyolult, meg nehéz. Aki a lelke térfogatában komolyan veszi az életét, annak olyan dolgok is valódi örömre adnak okot, amiket a világ lekicsinyel. És erre is van példa a felolvasott szakaszunkban. Figyelj csak! Azt mondja az öreg apostol, aki jó hírt hall az ő neveltjéről, az ő tanítványáról, azt mondja, nincs nagyobb örömöm annál,
mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Ezt a gondolatot, amiről itt az apostol beszél, a világ lekicsinli. Mit is? Mire is gondolok? Csak képzeld el a jelenetet, hogy az idős apostol, aki visszafele tekint már az életére, azt hallja azokról, akikbe ő rengeteg energiát beletett, akiket ő tanított, akinek ő volt a mester, és ők voltak a tanítványok, és az a hír jön a tanítványokról, hogy igazságban él, hogy nem tért el az igaz útról. Az apostol mások örömének örül. Na, ezt becsmérli le ma a világ. Olyan szinten becsmérli le a világ, és nézi bolondnak azt, aki képes mások örömének örülni, hogy egy csomó mondásunk is kapcsolódik ehhez a gondolathoz, ugye? A szomszéd fűje az mindig zöldebb, és megpusztulok az irigységtől, hogy zöldebb. Persze nem jut eszembe négy kéz láb állva kigazolni a füvet, hogy az enyém is hasonlítson arra, száradjon el az övé is. Hát legyen az övé is olyan kevésbé szép, mint az enyém. Dögöljön meg a szomszéd teherne, ugye? Hát ezt is ismerjük. Micsoda élettapasztalat van mögötte. Milyen nagy bátorság kell ahhoz, hogy ezt kimondjam. Neki rossz, akkor nekem rossz, akkor neki is legyen rossz. Itt meg azt olvassuk, hogy az apostol annak örül, hogy a másik ember élete révbe ért. A következő nemzedék élete révbe ért. Roppant felemelkedett életet kell élni ahhoz, hogy az ember képes legyen önmaga bűvkörén kívül is örülni mások örömének. Sőt, úgy élni, hogy az én példám nyomán igazságban nőhessen fel a következő nemzedék. Az öreg apostol előtt ott van ez a férfi, még a nevét is tudjuk, Gájusznak hívják, aki az ő kezei alatt formálódott igaz emberré, és az apostol nem tud betelni az örömtől, és azt mondja, a legnagyobb öröm, ami engem érhet, hogy látlak téged igazságban élni. Testvérem, befejezem. Ha akarjuk, ha nem, utánunk is jön majd egy nemzedék, akik a mi példánkon felnőve alakítják majd a saját közösségük és népük sorsát. Egyszer majd látni fogjuk munkánk gyümölcsét azokban, akik ránk bizattak, akiket mi neveltünk, előttünk lesznek az utódaink. Milyen magas minősége lesz majd a létnek, ha akkor azt mondhatod te is, mint az öreg apostol. Mindennél nagyobb öröm, gyermekem, az, hogy igazságban jársz. Mindennél nagyobb öröm számomra, drága unokám, hogy az igazságban jársz. Drága unokám, drága gyermekem, drága következő nemzedék, ne engem kövessetek. Azt kövessétek, akit én is követtem. Odafigyelni lelkünk és testünk egész voltára, létünk teljességére, egészségére, így végezni munkánkat a földön, így nevelni a ránk bízottakat, hogy majd egyszer ők örömforrássá legyenek számunkra. Azt hiszem, ennél nagyobb öröm tényleg nem érhet minket. Így legyen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a felismert hit igazságokért. Azokért a felismert igazságokért, amelyek minket is igazzá tesznek előtted. Hálát adunk az öröm lehetőségéért, hogy nekünk keresztény hívő embereknek nem kell hajkurászni okot az örömre, nem kell állandóan öröm forrásokba elmerülni ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy élünk, mert végig gondoljuk a létünket, és nem tudunk betelni a te kegyelmettől, csodától, hatalmattól. Köszönjük, hogy élünk. És köszönjük, hogy hálát adhatunk azért a napért, ami adatik. Bármit is hozzon az a nap. Köszönjük, hogy hálával gondolhatunk mi, mostaniak, az előttünk járókra, azokra, akik előttük mentek el. Mert valószínű az ő példájuk és hitelességük miatt vagyunk mi most itt. Hálát adunk azokért a szeretteinkért, Urunk, akik előttünk mentek el, és örömmel a szívünkben gondolhatunk rájuk. Különösen is imádkozunk, Urunk, most az emlékező és gyászoló családért, akiknek még túl friss ez a seb.
Imádkozunk azért, hogy hadd tudjanak úgy visszagondolni elvesztett szerettükre, ami hálára indítja őket. Hadd tudjanak tanulni az ő példájából, hadd tudják mérlegre tenni mindazt, amit örökségül itt hagyott ő, ami alkalmas és méltó arra, hogy továbbvigyék, ami ne, azt ne, de hadd élhessünk mindnyájan olyan életet, hogy egyszer majd a következő nemzedék élete és léte örömöt szerezhessen nekünk. Ebben légy segítségünkre, kérünk. Amen.